Hölgyeim és uraim, a Kavara Virtuózok színpadán a Balod Roland Finucci Brass Quartet, illetve Bácsi Schwarz Zoltán és a Finucci Strings.
Hölgyeim és uraim, kedves közönségünk, a színpadon a Balog Roland Finucci Bros Quartettet hallották és láthatták. Gitározott junior prima díjas, a 2016-os Los Angeles-i Six Strings Theory gitárverseny győztese, Balog Roland. A billentyűknél a Jacksonville-i nemzetközi zongora verseny második helyezettje, Balog Zoltán. A Magyar Jazz Szövetség alelnöke, a doboknál Bordás József. És a Harley Art versenygyőztes basszusgitáros Horváth Plutó József. Közreműködött a Finucci Strings és a virtuózokból jól ismert hegedűművész Bácsi Schwarz Zoltán. Gyertek ide mellém! Zoli, gyere ide mellém! Zoli, gyere ide Zoli mellé! Szóval Zoli, hogy érezted magad? Nekem ez egy nagyon pozitív élmény volt. Nekünk is. Ennek nagyon örülök. Meg kell mondjam, hogy először életemben játszottam jazzt profi jazz zenészekkel, és én már régebb óta ismertem a Finucci Brothers-t, és nagyon felnézek rájuk. Szóval ez nekem egy, hogy is mondjam, egy kivételes élmény volt. Köszönjük szépen! Na hát tessék! Micsoda szép szavak. Látod, amikor egy klasszikus zenésznek ilyen sokat jelent. Ti, mint ikerpár, hogyan vagytok egymással? Ki az, aki irányít, és ki az, aki azt mondja, jó, rendben legyen így? Én inkább úgy mondom, hogy kiegészítjük egymást. Tehát együtt írjuk a dalokat, természetesen vannak saját szerzeményeink is, amiket vagy én, vagy a Zoli szerez, de legtöbbször azért együtt szerezzük a dalokat. Úgyhogy kiegészítjük egymást. Zoli, ezzel egyet is értesz? Mindenképpen. Mivel ikrek vagyunk, ezért szavak nélkül is megértsük egymást. Aj, nagyon szépen fogalmaztatok. Mi a zenei küldetésetek? Mi az, amit ti igazából szeretnétek megvalósítani? Mindenféleképpen szeretnénk, hogy azt lássák, hogy a jazz az nem egy szélsőséges műfaj, de ezért is csinálunk mindig újabb és újabb projekteket, és nagyon szeretjük a klasszikus zenét is, és Chopint is, és emiatt is szerettük volna ezt a fúziót most itt bemutatni. Mindenféleképpen az lenne a lényeg, hogy az érzelmeinket tudjuk közvetíteni az improvizációkon keresztül. Köszönjük szépen! A Neckermann a virtuózok fő támogatója, hogy a magyar zene meghódíthassa a világot.